Több tízezer jelölt közül nehéz volt választani, de László Pál kollégám szemezgetett és felkereste a legfurább fazonokat, akik indulnak az őszi önkormányzati választásokon. Van közöttük pap, aki a misén, a templomban jelentette be, hogy megnősül és indul, de egy nigériai származású focista és egy saját bevallása szerint 22 Oscar díjjal kitüntetett színésznő is ringbe száll. László Pál válogatott. Siklós független polgármester jelöltje nem ismeretlen a politikában, a Facebookos ismerősei pedig évek óta fallják a fiáról, Maniról megosztott történeteit. Minket a 10% érdekel, érted? 10%? Hát 10%-nál azért többen szeretném csökkenteni a kommunális adót. Most viszont egy igen merész videóval indította a kampányt. Te ezzel a sok marhasággal mit szeretnél elérni? Rendet a városunkban. Otto Krisztián Otto nem viccel. Ahogyan Székkutas polgármester jelöltje, Farkas József is egyből a közepébe vágott. Székkutason a közmunkásoknak elsőjén vagy másodikán mindig lesz fizetés. Egészségetek emberek. De indul idén az önkormányzati választásokon Oszter Sándor felesége is, Balaton rendesen. Ő az, aki együtt vadászott Lázár Jánossal, és ezt büszkén ki is posztolta, de ott volt a Fidesz ünneplésén a Bálnában is áprilisban. A Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek a felesége pedig a minap függetlenné vált, Balaton akaratján szeretne polgármester lenni, ahogyan az akaratjai szilfalevélnek nyilatkozta. Hát én Oscar díjakat kaptam, nem is keveset. Nagyon sokat, legutóbb például a Mel Gibsonnal dolgoztam. Dr. Szenyai Mária nem ismeretlen az interneten, a 444 írt róla először. A harmadik kerületben lenne képviselő, független. Rövid sétánk alatt azonban nem tudtam olyan hírességet mondani, akivel ne lett volna valamilyen kapcsolata. Például a Beatles-szel is jó kapcsolatom volt rég. Most már sajnos sokan meghaltak, igen. Hát a fele? Igen. De nem ez a legnagyobb dolog, amit tudni kell róla. Saját bevallása szerint ugyanis minimum 22 Oscar díjat kapott eddig, de a politikában is járatos. Azt mondja, jól ismeri Tarlós István, de van még meglepő politikus ismerőse is. Milyen nexusa van Orbán Viktorral? Szerintem jó, de nem szoktunk naponta találkozni, talán évente sem, csak amikor szükség van rá. De amikor elhatározta, hogy tenni akar a kerületért, mégsem hívta fel a miniszterelnököt, sőt, a politikát pedig nem harcnak tekinti. Az milyen érzés, hogy mégis indít ön ellen képviselőt a Fidesz? Már hogy ellenem? Hát nem. Hát ne, hát bocsánat, a Fidesz természetesen indít a tagjai közül képviselőt, és ez nem ellenem van. Máriával együtt 44.211 jelölt indul az októberi önkormányzati választásokon, és a 72%-ok független, vagyis nem áll mögöttük egyik párt kampánygépezete sem. Mária is egyedül plakátol. Hány plakátja van? Most már csak ez az egy, de lesz több. Miből kampányol? Saját pénzből kampányol mindenki. Legalábbis ez a lényeg. De hát azt én nem tudom, nyilván a pártok segítenek az éppen jelöltjüknek, nem? A jelöltek ugyanis az országgyűlési választásokkal ellentétben nem kapnak központi kampánytámogatást. Máriának egyébként 65 aláírást kellett összegyűjtenie, hogy jelölt lehessen. Ha ezek a plakátok célt érnek és elegen szavaznak rá, akkor az alapbére minimum 108 ezer forint lehet. Ha bizottsági tagságot, esetleg elnökséget is vállal a harmadik kerületi testületben, akkor akár nettó 300 ezer is összejöhet. És arról se feledkezzünk meg, hogyha ügyesen politizál, akár a programját is megvalósíthatja. 2014-től 2019-ig önkormányzati politikusként. László Pál, Hír 24.